Mi is szeretnénk üdvözölni a kedves távközlési világnapon megjelenteket, ahogy felkonfráltak. Engem Magyar Martinnak hívnak, és a Széchenyi István Egyetem, Szeszat interdisziplináris szakkollégiumának, Szeppelin szekciójának egy fejlesztője vagyok. Az úr mellettem itt Béres Péter, szekciónk szekcióvezetője, a kalapos úriember pedig Simon András János, elektromos géniuszunk, szintén fejlesztő. van egy álmom. A mondat, ami talán mindenki számára ismerős, az is, aki mondta, ugyanis Martin Luther King álmodott egy hatalmasat, amikor ezzel a mondattal kezdődő nyilatkozatát tette. Mi is álmodtunk egy hatalmasat, amikor eldöntöttük, hogy egy mérülékhajót építünk. Miért pont mérülékhajó? Merül fel a kérdés. Lévén, hogy távközlési szakollégium vagyunk, mindenképpen a távközlés világában szerettünk volna valami formabontót nyújtani, és mindhárman, illetve nem csak mi hárman, hanem mindenki, aki segített a projektben, az aviatika szerelmese, így esett aztán a léghajóra a választás. Miért pont léghajó? Elsősorban mobilhálózat szolgáltatóknak a szolgáltatás minőség minőségmérését szeretnénk mi végezni. Erről majd még a későbbiekben beszélünk, és ilyen eszközöket Végeztek már drónokkal, és végeznek drónokkal a mai napig is. Felmerül a kérdés, hogy miért pont a léghajóra esett a választásunk. Hogyha a képernyő jobb oldalán megtalálható sematikus ábrára tekintenek, láthatják, hogy nagyon hasonló az eszközünk a drónhoz, éppen azért, mivel alapvetően drón alkatrészeket használtunk. Nagyon fontos különbség azonban, hogy a mi eszközünkben a felhajtó erőt, nem a karokon lévő négy motor, illetve a légcsavarok biztosítják, hanem a levegőnél könnyebb közeg, a hélium, és a motorokat csak mozgatásra használjuk. Ez lehetővé teszi azt, hogy egy töltéssel ne csak körülbelül 15 percet töltsünk a levegőben, hanem a hélium ugye felemeli az eszközünket, és mi a motorokat csak a mozgatásra használjuk. Emellett fontos még megemlíteni, hogy a motorok által generált elektromágneses zaj mértéke is sokkal kisebb, de erről majd szintén esik még szó a későbbiekben. Itt látható maga az eszközünk, jelenleg egy 4,5 köbméteres sárkányjal dolgozunk, ezzel hozzávetőlegesen 5 kg tudunk emelni. Fontos megemlíteni azonban, hogy ennek a súlynak a részét képzi a hélium is, ami körülbelül 800 g, illetve a teljesítmény elektronika is, tehát a mérő berendezések, amiket emelni szeretnénk, amik a hasznos terhet teszik ki, azok ennél jóval ö, kevesebbet jelentenek kilókban. Mellindult már egy 24 köbméteres ballonnak a beszerzése, amivel sokkal többet tudunk majd emelni, és sokkal több mérőműszert felpakolni a léghajunkra. Jelenleg a, az alábbi konfigurációval dolgozunk, a kép jobb oldalán egy tsm 6 spektrum analizá analizátor található, a telefonok pedig csak jelképesek, de a screenshotok -ok ténylegesen arról a mérő szoftverről vannak, amit használunk is. Jelenleg, majd a későbbiekben látják, hogy a tesztelés közben csak három mérő mérőtelefont tudtunk a levegőbe emelni, de a nagy léghajóval egy spektrum és hat mérőtelefon konfigurációval fogunk majd repülni, Mégpedig azért, hogy a három legnagyobb mobilhálózat szolgáltatónak a 4G, illetve 5G lefedettségét tudjuk mérni. Miért van szükség ezekre a mérésekre? Fontos még megemlíteni, hogy az eszközünk teljesen moduláris, tehát a bepakolható mérőeszközök sokszínűsége azon múlik, hogy milyen méréseket szeretnénk végezni, és teljesen személyre szabható, de alapvetően azért kezdtünk el a szolgáltatás minőségmérés irányában, elmenni, mert nagyon nagy problémát jelent, főleg ipari és mezőgazdasági területek felett a lefedettség. Nem csak Magyarországon, hanem mindenhol. És akármennyire hangzik furcsán, erre ténylegesen szükség van. Mármint a lefedettségre, hadd meséljek el egy személyes történetet. Pár hónapja egyik ismerősöm mesélte, hogy láttak egy szántóföld közepén egy John traktor traktort rostokolni, és megkérdezték a kezelőjét, hogy mégis hogyan került oda. Akik pedig elárulta nekik, hogy a traktor 5G hálózaton keresztül kapja az információt, és mivel kiért a lefedettség területéről, egyszerűen nem tud tovább dolgozni. Úgyhogy elsősorban mezőgazdaság és ipari területek felett szeretnénk ilyen méréseket folytatni. Fontos, hogy különböző jogszabályi, Keretek közé essünk, ahhoz, hogy biztonságosan tudjunk repülni. Jelenleg Magyarországon és az Európai Unióban pilóta nélküli repülőjárművek esetében három műveleti kategóriát különböztetünk meg. Az első is számunkra legfontosabb a nyílt kategória, ugyanis bizonyos szabályokat betartva hatalmas szabadságot ad ez nekünk. Ez alatt azt értem, hogy a repüléshez nem kell kockázatelemzést készíteni, illetve nem kell bejelenteni a repülést a légügyi hatóságnak, csupán légteret kell foglalnunk. A szabályok, amiket be kell tartanunk, azok, azok hogy nem repülhetünk 120 méter fölé. az eszköznek az ösztömege, tehát nem csak a hasznos teher, hanem a mozgatáshoz szükséges elektronika és minden egyéb, nem haladhatja meg a 25 kg -ot. A járművet folyamatosan vélozban kell tartani, ami azt jelenti, hogy 500 méter Távolságnál nem lehetünk messzebb, illetve a kezelő nem repülhet ö, ö, távolabb, ö, illetve a szabad szemével folyamatosan látnia kell az eszköz. Tehát, hogyha például belepül, berepül egy ház mögé, akkor már nem vélozban van az eszköz, a, valamint az embertömegek feletti átrepülés nem lehetséges. A speciális és az engedélyköteles kategóriák esetében ugyanakkor ezek a dolgok mind megengedettek, csupán annyi a feltételük, hogy kell készíteni egy kockázatelemzést, illetve a légügyi hatósággal egyeztetni kell, hogy milyen műveleteket szeretnénk végrehajtani, és ö, ezek alapján ők döntik el, hogy a speciális vagy az engedélyköteles kategóriába tartozunk be. Ö, ezek között a kategóriák között egyébként nincsen túl sok különbség. És a kockázat elemzéssel kapcsolatban szeretném átadni a szót béres Péternek. Köszönöm szépen. Itt a felettem lévő ábrán látható egy kockázatelemzés részlet. Ugyanis ez csak azokat a szempontokat, vagy hát oszlopokat, illetve sorokat mutatja, amelyek által meghatározható, hogy egy adott esemény, ami a léghajóval történhet, az milyen kategóriába tartozhat. Ugye látható, hogy van elfogadhatatlan, felülvizsgálandó valamint elfogadható kategória, olyan eseményeket kellett ezekbe besorolnunk, mint például egy bird strike, vagyis amikor a légi egy madárral kerül összetűzésbe a levegőben, egy esetleges meghibásodás, mely során a teljesítmény elektronika hibásodik meg, vagy pedig akár az, hogy a, a balonunk kiukad, és ezáltal lezuhana a, a légiárművünk, Ezeket kellett besorolnunk, és amennyiben ugye valamelyik ilyen esemény a felülvizsgálandó vagy az elfogadhatatlan kategóriába került, értelemszerűen addig nem hagyhatja el a földet, hiszen ö, ezeket javítani kell, és amennyiben ö, minden ilyen lehetséges esemény az elfogadható kategóriába kerül, tehát vagy nagyon ritkán fordul elő, vagy pedig ö, olyan kicsi a úgymond általa okozott kár, hogy az ö, elhanyagolható, akkor lehetséges csak vele a repülés. Na, bocsánat tesztelésre egy kicsit. Tavaly novemberben sikerült találnunk egy ö, alkalmas napot arra, hogy a szabad térben tudjuk tesztelni a léghajunkat. Ez ugye azért is volt fontos, mert alapvetően most egy beltéri léghajó konstrukcióval rendelkezünk, amelyet kicsit átalakítva ö, kültéren is sikerült ö, elérnünk, hogy megállja a helyét a léghajunk. Ö, ezen a napon ö, kisebb széllökések voltak, ám ez számunkra azért volt jó, hiszen így bebizonyosodott az, hogy ö, Esetlegesen széllökések során is ez a, a ballonnak ez a szivar formája megfelelő, megfelelően stabil marad, és nem veszítjük el felette az irányítást. Teljes mértékben irányítható marad még úgy is, hogy ez nem feltétlenül a léghajónak a végleges formája, és a motorok sem a végleges helyükre kerültek. Itt a gifen látható még, hogy a léghajónkat elvittük a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak a mérőkamrájába, ahol lemértük az elektromágneses zaj kibocsátását egy átalakított mezőgazdasági drónnal összehasonlítva. Később mutatunk eredményeket ennek a mérés, erről a mérésről, viszont előre elárulhatom szerintem, hogy a léghajó eredményei sokkal, sokkal, de sokkal jobbak lettek, mint a drónnak az eredményei ilyen körülmények között. Miért is lehet jó egy ilyen léghajó használata az iparban. Ugye most elsődlegesen három mérőjárművet hasonlítottunk össze. Az egyik talán legismertebb az a mérőautó, ha valaki kitekint az ablakon még az is előfordulhat, hogy látja éppen az utcájában, az utcájában elhadni egyet. Itt ugye elsősorban az a legnagyobb probléma, hogy az autó csak úton tud haladni, így hát azzal egy kétdimenziós térképet tudunk csak készíteni és ezzel nem tudunk ugye, különböző magasságokra nézve méréseket végezni. Ez természetesen drónnal, illetve léghajóval megvalósítható, úgyhogy ezek irányába haladtunk tovább a fejlesztések során. Mérési ciklus időtartamát vizsgálva az autónál elsősorban ez az befolyásolja, hogy mennyi üzemanyagot viszünk magunkkal, hiszen maga az autó is üzemanyaggal megy, valamint az autó működtetett mérőeszközök szintén a az automotori által hajtott generátor ö, áramáról működtet, ö, vannak működtetve, így hát ugye az üzemanyag mennyisége befolyásolja a, a mérési ciklus időtartalmát. Drónnál, mivel fo, négy rotor, ö, illetve motor folyamatosan forog, ö, ezek rendkívüli mértékben merítik az akkumulátort, ezzel nagyon-nagyon lecsökkentve a repülési időtartamot. Tapasztalataink alapján egy ilyen mérődrón átlagosan 15 percet képes a levegőben tartózkodni, úgyhogy ebbe bele van számolva a leszálláshoz szükséges pár perces időtartam is. Ez egy, na, egy egész napos mérés során rendkívül sok le- és fölszállást eredményez, valamint még több akkumulátor töltögetést, mely esetlegesen egy infrastruktúrától távoli területen nehezen megoldható. Léghajó esetében, mivel a erőt a hélium biztosítja számunkra, ezért a, miután bepozícionáltuk a léghajunkat az általunk mérni kívánt pontba, onnantól gyakorlatilag az lebeg magában, és így akár napokig tud mérni egy helyben. Természetesen ilyenkor már szükség lehet kisebb korrigációkra, hogy a helyzetét megtartsa, vagy esetlegesen arra, hogy a földhöz rögzítsük egy kötéllel, vagy egy damillal. Az elektromágneses és zajkibocsátása az eszközöknek. A mérőautó esetében ez leginkább ugye az befolyásolja ezt az elektromágneses zajt, hogy milyen infrastruktúra között halad. Amennyiben városban és nagy forgalom között halad egy ilyen autó, úgy azok az autók, illetve infrastruktúrális elemek nagyban tudják zavarni a mérések eredményeit. Drón esetében a motorok miatt, valamint a motorvezérlőkön átfolyó áram miatt rendkívül nagy az elektromágnes és zajkibocsátás. Az eredményekkel láthatóak lesznek majd különböző kiugrások, amelyek ugye a, a, zajkibocsátásból adódóak, ezért a drón gyakorlatilag itt vérzik el a léghajóhoz képest, hiszen a léghajó ö, miután bepozícionáltuk az általunk kívánt helybe, ö, pozícióba, onnantól az magától ö, tud méréseket végezni, és mivel egy nagy felületről beszélünk, így akár még ö, napelemeket is tudunk rá fel, ö, felhelyezni, így teljesen környezetkímélő módon tudunk ö, elektromos áramot szolgáltatni, akár a mérőeszközök, akár pedig a teljesítmény elektronika alkatrészei számára. És a mérés eredményekkel kapcsolatban pedig átadnám a szót Andrisnak. Köszönöm szépen a szót, és üdvözlök mindenkit. A felső diagramon látható a. a rádiófrekvenciás mérésnek az eredménye, az elektromágneses emissziója a drónnak. Látszik rajta, látszik a diagramon, hogy több kiugrás is van a skálából a trendhez képest, és van egy 2,4 GHz-es kiugrás, amely a kommunikációra utal. Ebben a sávban kommunikál a vezérlőrendszer a távirányítóval, és itt közvetíti a képet és az egyéb logadatokat. Hogyha tovább megyünk a frekvenciában, 3,5 GHz-nél található egy ö, esés. Ez azt jelenti, hogy a mérőkamrában a műszer méréstartományt váltott, emiatt, ö, van a műszer, va, emiatt van a diagramban egy esés. Ez mindkét diagram esetében megtalálható. Ö, hogyha az alsó diagramot ö, nézzük, akkor ott ö, látszik az, hogy jelentősen kevesebb kiugrás van. Ö, ez amiatt ö, lehetséges, mivel kisebb elektromágneses kibocsájtása volt a léghajónak. Uh, emiatt is mondhatjuk azt, hogy a léghajó egy sokkal inkább alkalmasabb mérőeszköz arra, hogy rádiófrekvenciás méréseket végezzen a levegőben, mint egy drón. Uh, múlt, jelen és jövő. Uh, 2022-ben sikerült hozzájutnunk egy beltéri léghajóhoz, amely uh, annak fényében, hogy uh, egy előtte már egy mérő ballont készítettünk, ez egy nagyon nagy előrelépés volt, így már tudtunk beltérben mozogni. Következő lépésünk, amit már uh, Péter is említett, hogy sikerült kijutnunk egy tesztre, uh, és itt vagyunk 2024-ben, amikor egy 24 köbméteres ballon beszerzése folyik, és remélhetőleg 2025-től már tudunk egy uh, rendszeresített mérést is végezni, és nem csak egy-egy teszte, tesztereig tudunk kimenni. De mik is azok a rendszeres mérések, és mire lehet használni egy ilyen mérőlékhajót? Eleinte azzal voltunk elfoglalva, hogy a szolgáltatás minőséget ellenőrizzünk, de későbbiekben rájöttünk arra, hogy nem csak erre jó, hanem optikai megfigyelésekre és légszennyezettségmérésre mérésre is. Valamint rendvédelmi, azaz polgári és nem polgári felhasználás is alkalmazható. A pénzügyi hatékonyság tekintetében. A mérőautó egy drágább eszköz, de a drón és a léghajó egy picitvel olcsóbb ö, beszerzés tekintetében. Üzemeltetés tekintetében egy picit drágább a mérőautó, mivel azt meg kell vásárolni, és drágább a fenntartási költsége, mint egy drónnak vagy egy léghajónak. Ö, ám ezt az eszközlogisztikában hogy nem visszahozza a drón és a léghajó, ö, csak a minőséget tudjuk úgymond hozzátenni a léghajó oldaláról, hogy uh, miért emiatt érdemes efele itt dönteni, vagy emellett dönteni. És hát köszönjük szépen a figyelmet, és leg, legjobban szeretnénk megköszönni a támogatást a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak, a távközlési tanszéknek, a Servicenek, a Hungarometnek, uh, és valamint a Széchenyi István Egyetemnek. Köszönjük a figyelmet!